Itt vagyunk. Kin... Ja? Üvölt a zene, mi? Kicsit nagy a zaj most körülöttem. De mindegy. Följöttünk egy kicsit szórakozgatni. Törmelék... Elmegyünk bálázni, ha már itt vagyunk. Aztán addig gyülekeztek. Hú, kéne valami inni-enni való. Eszünk itt valamit. Így lesz. Érkeztünk. Hopp. Azért nincsenek sokan. Mi van ma délelőtt? Amit tegnap akartál, igen. Mellé nélkül. Bizony.
Na hát. Egy kör mindjárt elkezdődik, ez van belőle három. Na megint itt a traktorokban. Ha arrébb megyek, hadd menjen, és akkor nem lesz többet útba. Akkor ott a végén, mikor áldogál az idiótája. Na. Menjél már. Nézd, mert nem megy fel a domboldalon. Hát ez nagyon jó. Na meg vagyunk menekünk. Előre föl. Hopp. Hát ezt nem hiszem el komolyan. Ó, hát. Nézzek, ott áldogál. Megint el fogom ütni. Na és erre az utolsót megint lehagytam. Jaj! Azért nem megy ma reggel. Pedig ma már friss vagyok és ide voltam futni meg ilyenek. Megvan, hogy fogom elzavarni. Figyeljetek! Figyelj, trükk! Hát ennyi. Megoldottam. Okosba. Hogy elment innen? Pedig még rá se kellett úszítanom. Istenem. Nem vagyok fűző egy kicsit ma reggel. Én úgy érzem, dobjatok föl témákat, aztán akkor talán bepörgünk. Vagy meglátjuk. Végül is nem fontos. Az meg kilőttem a spotit. Nem ez volt a terv. Ez volt a terv, hogy közben nézem a Discordot. Bocs.
Itt ahhoz már arrébb kell gurulnunk. Na, mi megy ez, gyerekek? Már nagyon profik vagyunk beállázásba. Bávlávlávzáus. Egy van még? Kettő. Kettő? Sziasztok mindenkinek, jó reggeltem, aki itt kuksizik. Tudom ám, hogy itt vagytok, he. Itt van, csuda meha. Nem öltem meg a pumát. Íj, azt a lila traktor, te! Az durva! Na mi van, nem tudtam rá tolatni. Durva! Durva színe van! Érdekes, hogy ilyenkor nincs itt a puma. Jaj, megint ez a traktoros. Tavasz maximum. Ez. Szia, hello. Ez már. Hogy? Tessék leesni. Esik le. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg, komolyan. Nézzek és húzza rám a passzapó. Semmi extra, reggel voltunk futni a párommal, ő már elindult itthonról, én meg még a délig, amíg el nem kell indulnom, vagy hát inkább ilyen fél egy. Addig nyomok nektek egy kis semmit. Igazából egy kis Csudapest betekintést. Viszonylag kevesen vannak most a Szerón. Szerintem mindenki nyomja a Battle Pass-t. Azt nem tudom, ki volt itt a múltkor, ki látta, hogy végül úgy döntöttem, hogy bevásároltam magam. Egy 10-es szint lépéssel, úgyhogy most már úgy állunk, hogy 89. Nem vettem ki mindent belőle, hogy ne legyen nálam a zsebembe, mit tudom én, bazdmeg, páncélszekrény, meg kés átalakítás, meg katonai láda. De most már biztos, hogy végig fogom nyomni, vagy vásárlással, vagy valójában.
Hát nem biztos, azért nem, mert jövő hét elején nagyon sokat melózom, és nem tudom mennyi idő marad. Most szombaton is melózom. Most délelőtt se nagyon marad időm rá. Mert 11-re mennem ki az arénába. Tehát, hogy az a baj, hogy most így összecsúsztak a dolgok egy kicsit. De mondjuk vásárlással biztos meg lesz. Legfeljebb veszek szintlépést, és akkor kipörgetjük. Tudom, hogy ez nem annyira a PC, de hát... azért találták ki, hogy ilyet is lehessen. Meg aztán jövő hét vége felé már kéne kapnom az új autómodelleket. Ha-hó-ha-hó, ha hallja valaki. Ne utolsó pillanatban kapjam meg, please. Majd írok a jövő hét közepén nekik, hogy... nyomnánk már, nyomnánk. Jaj, elolvastam a csetet. Nem tudom mi lesz. De ha tudnám, sem mondanám el. Az a baj, hogy elfogynak ez. Annyi kocsi van már bent szerintem. Csudapesten. Ja. Már lassan elfogynak, nem? A lehetőségek szükek. Most már csak ilyen poénokat lehet jobban behozni. Nem tudom mi lesz. Menj már föl a traktorra, te szerencsétlen. De láttad is azokat a modelleket, amire ötleted lenne? Tehát, hogy... vagy csak tudod, hogy a valóságban léteznek azok a kocsik, és így be vagy rájuk indulva. Ja, láttad? Na, van még a közel, ezt még gyalog elhozzuk, aztán közelebb gurulunk. Ajajajaj, csörög a telefonom, pillanat türelmeteket. Na itt vagyok, csak TNT koncert megint. Ez a bazd meg, ezek amatőrök, komolyan mondom, amatőrök.
Ja. Hát nem tudom, hogy mit fognak berakni a többiek. Ez mi ez a kocsi hang? Ez teljesen úgy hangzott, mintha valaki itt elkocsikázott volna. Öcsém, nehogy már ICE, valaki ICE itt ment el, meg akar ölni, ki akar rabolni. Abuszti bohóis, yeah. Mi az a zene, napozzunk. Meg vagyunk. Rajtra kész a cica. Hopp, most elindult. Hát ez meghalt. Előbb nem indult el valamiért. Na tessék. A bolondnak is megéri, látod? Bebbold. Most a hatost visszük meg. Na? Azt hittem már nem tölt be. Megint ez a fos barna. Ilyen nekem is szokott lenni, hogy elkelnek a dolgok. Ez most az egyel közelebbi föld, ugye? Ja. Hát én általában át se veszem a boomboxokat a nyereményből, mert szerintem már mindenkinek 14 darabban. De a fegyverborításokat még föl szoktam pakolgatni. Al Capone úr. Most megnézem, mi van fönt, várjál. Egy pótkerék van fönt, meg egy buli vodka csupán az én cuccaim közül. Azok még nem keltek el. Az igen. Istenem, de miért nem irányba teszi le ezt a nyomorult kombányt egyébként a rendszer tényleg? Még kell vele forgolódni. Ja. Dehogy is arról beszélt Webgold, hogy nem játszott, de mégis nyarapodott a vagyona, offline fizetés, mert hogy amit a csíbére kitett, azt eladta. Vagy hát értékesítésre került tulajdonképpen, megvette valaki, inkább úgy fogalmazni. Nem ő adta el, mert ő csak kitette, hanem valakinél elcsapott rá. Na, és az utolsót azt. Van ott az ilyen Twitch hirdetési oldal? A lelkem eladó szponzoroknak üzenném. Be tudok emelni sok mindent az életembe. Autót,
energiaitalt, pénzt, technikát, ha már így hirdetgetünk itt. Futáson fejlődött kombájnozást közben, az igen. Futok a kombájnnal. Tudjátok miért van ez? Az okos óra olyan lassan megy a kombájn, hogy azt hiszik, hogy kocogok. Nem tudom, mert vicceltem. De tényleg fejlődött, az előbb kiírta, hogy itt kombájnoztam. És ezt olvastam már a vízőszobába, hibaszobába is. Az okosórás részt viccből mondtam. De amúgy meg tényleg fejlődött a futás. Csak a való életben van ilyen, tudod, hogy össze tudod zavarni az órádat izével. Totyogással, sétálgatással vagy bármivel. Ott van a szinten van a futásunk, gyerekek. Ki ne maxoljuk már itt a nagy betölpesszözésben. Ez már meg is van ez a feladat egyébként, ezt mindjárt befejezzük, aztán akkor megyünk tovább vissza a városba. Ó, mondom én, össze lehet zavarni az órát rendesen. Mondjuk elmond mindent a kollega kardióráról, hogy egy kis emeletmászás már edzésnek minősült nála. Kardiójáról, ezt akartam mondani, ezt a szót akartam használni. Nekem, tudod mit szokott csinálni az órám? Én ugye futkosok, és ilyen minden 15. futásnál túlméri a pulzust például. Pedig nem vagyok szarabú, vagy nem akarok meghalni. És mégis az van, hogy van olyan alkalom, amikor 20-30-al többet mér, mint a átlagos akkori pulzusomnak meg szokás szerint lennie kéne. Van ilyen, ott lehet, hogy ott a szenzornál valami megzavarodik, ott a csuklódon. Reklám! Oh.
meg kell baszódni, akkor meg kell baszódni. Hát köszönöm szépen. Ezt váltotta ki belőled a reklám? Nagyon kedves tőled ez a... ez a kis szándék, Maxun, ezt köszi szépen. Ezért cserébe megnézzük, hogy járunk. Hát ilyen ez a Twitch, nekem rendszeresen. Múltkor azt csináltam, hogy két streamet akartam elindítani. Kettőjükbe akartam belenézni. Nyitom az egyiket reklám, mondom, akkor addig elindítom másikat. És ugyanaz a reklám elindult ott is. Na mondom, jó vagyunk, teke. Kondi jósoltatás, szabadesés, búbazd meg, azért van mit csinálni ma. Viszont nincsen. Hát ha én vagyok ugye, mert én meg nem. Nem kell menni a piacra. Beugrunk először tekézni. Az gyorsan megvan, meg az is fejleszt. Olyan Battle Pass van, hogy izé... hogy... közben a képességeidet tudod fejleszteni, az az elég jó. Bazd meg! Hiha! Ebből majdnem izé lett. Ja. Nem tudom, hogy miért csalogat néha, de tényleg csak ilyen random időpontokban van olyan, hogy szarul méri az edzés pulzusát. És akkor ugye nyilván, ha szarul méri a pulzust, akkor a következő edzési lehetőséget is későbbre ajánlja fel. Jó, hát ezek azért azok az órák, amik nem kimondottan sportolásra lettek kitalálva, nekem egy honor karórám van. Honor. Ezek is arra vannak kitalálva, hogy ott csuklódon jó nézzenek ki, és mellékesen meg még ezeket a funkciókat is bírják. Kb. Gondolom én. Jó, Isten. Kaptam egy e-mailt. Több e-mailt is kaptam. Gondolkodnom kell. Na majd pillanat, kaptam egy e-mailt, amire válaszolnom kell. Hát igen, gondolom, hogy ezek a amik meg nem olyan szépek, de sokkal kifinomultabb szenzorrendszerük, meg program értelmezőjük van. Hú, be kellett volna menni a kaszinóba, gyerekek. Pörgetni egyet, na mindegy. Várjatok egy e-mailre, hadd válaszoljak gyorsan. Na, erről vegyetek példát. Köszönöm neked. Köszönöm szépen LTZ Super nevű kollégának itt a... Na, erről vegyetek 52. Példát. Köszönöm neked. 52, 5-2, 5-2. Köszönöm neked is, ha létező személyek vagytok, mert ez most így hirtelen jött ez a két követés, de elhiszem. Pillanat, csak egy e-mailt írok.
Na, megírtam. Ugye jó mondtam neki, hogy tudok csütörtökön menni, basszus, most meg kell nézni a naptáramat. Aha. Jó van. Ez Csudapest, igen, ez Csudapest. Jaj, ott van a logó a sarokban, szevasz, igen. Bázd meg! Megzavarodtam a kérdésedtől, látod? Hát figyelj, most ilyen laza, viszonylag kevesen vannak a Serona szokásokhoz mérten. Úgyhogy ilyen betölpesz teljesítésbe vagyunk. Mennyien vagyunk most? 30-an vagyunk összesen most a Serón, nincsen most sokan csütörtök délelőtt. Hát majd kicsit később, lehet, hogy én vagyok korán egyébként. Mert azért ez még olyan korainak minősül. Betölpesz feladat az is, hogy bowlingozzál 5 gurításnyit. Úgyhogy bowlingozunk 5 gurításnyit. Ennyi. Jöhet a kövi. Na, mondom, jöhet a kövi. Kíváncsi vagyok, ha lejár ez a betölpesz egyébként, mivel rukkolnak elő a srácok, mert szerintem valamit változtatni fognak. Ez az én tippem. Na, fassa. Hát, hogy nem teljesen ugyanilyen. Hát, nyilván valamilyen lényegében ugyanez lesz, mert hogy ez a felület van rá. Csak hogy úgy gondolom, hogy valami újdonság jön be magába a feladatlistába. Például, vagy ilyenek. Behozzák az új melókat. Miért kell újra dobni? Ez annyira izé, hogy újra kell dobni, miközben ledöntötted az... És most hova dobjam a golyót szerintetek? Szóval dobj újra. Így fölfelé tudom dobni. Tessék. Hát de nem is maradt ott. Így fölfelé is lehet? Vagy az ugyanoda megy? Na most legalább látom, hogy ott maradt egy, nézd meg. Gyorsan, 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 ez az utolsó. És... kész. Ezzel is megvagyunk, nem? Oké. Okay. Cyberbar, konditerem, burger, vidámpark és törmelék. Akkor folytassuk a Cyberbarral. Az gyorsan meg lesz. Nézd meg, ügyességem 11-es szintre fejlődött egyszer csak. Hát ez úgy van ez a szerver, hogy fölmész a Discordra, elolvasod és elfogadod a különböző szabályzatokat, és azzal megkapod az elfogadott rangot, és tudsz följönni. Aztán majd, ha nem tartod be az RP szabályokat, akkor majd az adminok úgyis megoldják az életet, tehát hogy nincs ilyen teszt, hogy az RP szabályokról mit tudsz. Hova akarok menni? Cyberbarba, ugye? Úgyhogy, ja... Nincsen külön whitelistes, de csak ennyi a feltétele. Felkiáltója egy CP, ha ide beírod, akkor kidobja neked a Discord linkjüket. Ó, Istenem, nem figyeltem a trafira, bazzik. És akkor ezt befizetem, már ne legyen számlám. És akkor annyi. Hát itt sincsenek sokan, úgy látom. Valaki jött.
Jaj, nem bírok bemenni az ajtón. Jaj, nem akartam lefeküdni. Ó, van itt egy ember. Tiszteltem. Na mit ír a Józsda gép? Azt mondja... A munkahelyeden ne is kell szembenézned, ne kér segítséget, mert ezzel rontasz a szakmai megítéléseden. Aha. Hát ez szuper. Nem, hát jól van. Más gond, jól van. Egy... Viszlát. Viszlát. Egy retro meleg szemüket szeretnék, illetve egy láptét. Nem vagyok most éhes még, úgyhogy most kaját nem veszünk az uraktól. Vagy az úrtól. Erígy meg innen. Na, azt mondja, hogy akkor most csináljuk meg a ezt a melót gyorsan. Van nekünk egy új mercink, jut eszembe. Na majd azzal foglalkozunk egy kicsit később. Nyertünk a múltkor dobozból egy jó félre Mercedes-t. Bizony, bizony. Istenem, ez az állandó ötözködés, te. Na gyorsan nyomjuk. Geri Cula. Köszönjük szépen, Geri Cula. Köszönöm a követésedet. Hello, szia. Hogy vagy? Mi szél hozott Monca erre, s mi vagyon a szíved terhe? Kitől idéztem? Vagy miből idéztem. Ha? Süsű bizony, süsű volt. Gyere, gyere Geri. Ennyi a, annyi a kitétel, hogy föl a CP Discordra, a szabályzat elolvasása, értelmezése és elfogadása. Úgy, ott a csodopes Discord. Mennyi van nálunk már? 12? Hát akkor ne kalapálja itt komám. Akkor vigyed leadni, hát nem akarunk mi itten meggazdagodni ebből. 11 milliós vagyonnal. Son, I didn't pay for 6 years at UCLS, so you can sit.
Hát ez olyan segédmunka, nem tudom, hogy mi a hivatalos megnevezése. Várjál, úgy van a Battle Pass-ben, hogy hagyd le 10 törmeléket segédmunkásként. Akkor lehet, hogy ez a hivatalos megnevezése, hogy segédmunka, aha. Nem tudtam, mert ezt csak azért szoktam csinálni, hogy pontot gyűjtsek a Battle Pass most. Hát öltözött? Nem öltözött, tehát. Oké, és akkor még annyi, hogy vissza kell dobálni az öltöző szekrénybe a cuccokat. Igen. Melyiket mivel hoztam elő? A Battle Pass-t? Home gombbal. Home billentyű. És hogyha megnézed a Home-ot, ott azért elég sok minden van. Például van itt egy olyan, hogy segédlet. Ahol ilyen videós segédletek vannak arról, hogy hogyan kell használni a Q-targetet, a ruhavásárlás, hogy működik az öltözködés, a bankolás, meg a munkavállalás például. Úgyhogy a Home-mal nyomjad. Hogy kiugrott a kutya izéből, nem? Na! Azt mondja, hogy pont most akarom újra a Home-ot, mert mindig elfelejtem, bazd meg, mit kell csinálni. Menjünk el a Vidám Parkba. De közben szintet léptünk, már 90-esen vagyunk, úgyhogy ezeket az aranyokat, ezeket kikapkodjuk a 90-ből. Akkor megyünk a 91 felé, ahol lesz 10, meg még egy VIP ellátás, amiből nekem már 4 van. Mi van? Hol vagyok? Én erre akarok menni a Vidám Parkba, ha nem haragszik a komputer. Én nagyon kedvelem ezt a szervert, igen. Én nem tudom, hogy a kutyának mi a terve, úgy, tényleg úgy indult meg, mint a felém, de csak körbe szaladt, mert a gazdájához ment. Nekem van már pumám. Micsoda dugó alakú, kérem szépen. Tényleg a puma fölül a izére? A mély zuhanásra, ha úgy van. Vajon? Mi most fölülünk, az biztos. Ez csak egy viszonylag gyorsan lehet pontot szerezni. Úgy hagyd menjen. Hát csak a fejembe bagoltam, bazd meg. Gyere már el innen. Egy. Közben írok a naptárban egy munkát addig, amíg ti itt nézitek a mély zuhanásomat. Pillanat, most már kérek egy kis türelmet, hadd írjam be ezt a... az időpontot, hogy 8-tól 18-ig a jövő hét csütörtökön. És... így... most már jó. Hú, gyerekek, a jövő éteme. Hú, mennyi meló van. Hát megyünk a burgerbe, azt is megcsapatjuk egy 10 perc alatt. Hopp, egy kis lag, kosár. Még egy kicsi.
Én ide szoktam a motorra hátra parkolni. Hogy könnyebb bejutni, gyorsabb. Nincs itt senki, nem dolgozik. Fölvesszük a munkát. Öltöző, szekrény, ruha, felvesszük hozzá a munkaruhát, a munkába állást, és... Egy fe... Azt hogy érted, hogy egy feladat több félképpen? Szóval bazd meg, egy havai pizzát szeretnék, kis kólafú. Havai pizza, kóla. Én meg tudod, mit adnék, ha nem ugyanúgy lenne súlyozva a feladat. Tehát az, hogy egy mélyzuhanás megvan, az nem 200-at érne, miközben kint szopsz özé Sandybe vagy Grape Seedbe fél órát a bálázással. Tehát lenne, ami kicsit mondjuk csak 100-at érne, de lenne, ami 3 vagy 400-at is élne. Amúgy. Mert azért a favágás, ami több mint egy óráig tart, meg a mélyzuhanás, ami egy percig, az durva együtt azért 200-ért. Pirke burger. Már a hangból tudom. Ja, értem. Igen, mondjuk az más lenne. A bowling szempontjából ennek nagyon, ennek igenis van értelme, amit írsz, mert ja. Mert akkor nem csak izé ott állna az ember, az dobálná a golyót, hanem megpróbálna játszani is. Ja, hogy nem csak izé konditerem alap, hanem hogy feladat is meg lenne mondva, hogy mit csinálj. Azt tudod, miért lenne csak para egyébként? Mert mondjuk 3 fekvenyomó pad van. Amikor beindul az élet, akkor állnak sorba az emberek, vagy egymáson fekszenek. Hello, egy csirkepurkát szeretnék ketchuppal. Az igaz. Nem vagy egy buta ember. Na, meg kell ezt vállalni. Vannak rálátásaid a dolgokra. Na jó, már ritkán járok konditerembe, mert olyan szép vagyok, már így is érted, hogy Moré. Hello, egy marha hamburgert szeretnék különleges szósszal. Ma hamburgert. Ma hamburgert. A melyik? Hát igen, mert most meg azért jogázik mindenki, mert az húzza legtöbbet. Állítólag nekem ezt mondták, hogy az egyszerre kettődet is húzza. Két képességedet is. Én arra leszek majd kíváncsi Maxon ez, hogy ezek a képességek a futáson meg az erőn kívül mikor, hogyan fognak érvényesülni. Amúgy. Hát nyilván van, tehát nem véletlenül hozták volna be ezt az 6 kategóriát, meg az alkategóriákat, meg a nem tudom miket, tehát egyszer majd ennek lesz értelme. Na, menjél már dolgozni.
Hát igen, igen, valószínű, hogy ezek az ügyességek, meg nem tudom mik, azok inkább ott lesznek fontosak. Bár mondjuk mentősökre is rá lehetne húzni, hogy ugye vannak ott olyan szerencsefaktorok, meg nem tudom mik, amik esetleg egy-egy orvost, ha jobban ki van gyúrva, akkor istenebbé tennének az újraélesztéseknél. Tudod, hogy akkor ő, de jó, hogy ez a doki jött, mert ő 10-ből 9-szer föl tudja szedni azt, aki elesett. És akkor a mentősöknek is bizonyos képességeket megérni fejleszteni, mert ők lennének a menő dokik. Örülnének nekik, mikor ők érkeznek egy ilyen balesethez. Hello, én marhamburgert szeretnék különleges szósszal. Gondolom én, de hát nem tudok én mindent. Nem tudom, hogy például nálunk Viatransnál mit ér, a vezetés az valahol jelentkezik-e. Mit kért különleges szószos Hambi Bambit? Mert nekem most a képesség státuszomban ez a vezetés, ez hol van? Ez nem. 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 Látod, a vezetés nem is fejlődik, pedig hát azért vezetek elég sokat. De valamitől viszont 11-es szinten van az ügyességem, tehát... nem tudom az mitől. Aha. Az is igaz. Szavasz, baszd meg, egy havai pizzát szeretnék, kis kólával. Havai pizza, kicsi kóla. Ütike-mütike, nem tudom, a hatodiknál járunk szerintem, hogy ahogy beszélgettünk, arra tippelek, mindjárt megnézzük, ha ezt kiadtuk. Hetediknél, hát akkor jól tippeltem. Ezen kívül már csak a konditerem lenne, mai napra. Egész jól haladunk. Még nem telt el egy óra, ezt kigörgettük a battle passot. Ja, bazd meg, nem is rendelt senki semmit. Oh, motherfucker. Hello, sajtburgert szeretnék kis sőkrumplival. Sajtburgert kér. Hát meg tudod, azért nem biztos, hogy... Tehát, hogy megvalósítani, meg ötletelni az egészen más kategória. Ötletelni én is nagyon sokat tudnék. Nem nagyon érkeznek itt a megrendelések amúgy. Öt menüt szeretne nagy kólával. Azt mondja, nagy kóla, shot menü. Már csak ez van, meg még egyes, ez is megvan. Lehet, hogy majd még megkonditermezzük magunkat, aztán kihozzuk a mercit, az új mercit a gorósból. És akkor kiduningoljuk. Mondjuk nagyon nem lehet szerintem. Égesse a tűz. Azt égesse a tűz. Azt égesse a tűz. Kész. Tű. Hello, egy csirkeburkát szeretnék ketchuppal.
Siriburi. Később. Szerintem ez az utcsó. Így is van. Na. Ennyi. Ennyi volt a mennyi, és nem is tudom mennyi. 10 perc volt ez körülbelül? Így még ezt kire el lehet viselni. Múltkor, amikor 15 feladatot kellett megcsinálni, ez olyan nehézkes volt az előző körös betölpesznél. Na, erígy már innen, bazd meg. A néni még árul hamburgert egyébként. Azok, ez sose fogy el. Hát ez kurva jó, csak akkor üdítőt is vennünk kéne valahonnan. Hogy ez attól töltődik, hogy itt melózunk? Hogy ez hogy van ez, hogy ez sose fogy ki? Ja, akkor én töltöm. Aha, és akkor az üdítőt miért nem tölti? Rohadjon meg. Ja, várjál, először át kell venni a ruhát. Egy gyors konditerem még, és akkor minden meg lesz. Ára. Mi lenne, ha előtte, ha már itt járunk, hazaugranánk? Hazaugrunk. Kirakjuk azokat a tárgyakat a lakásba. Ezen mit keres itt ez a kocsi? Jó, ez a Toyota, de jó néz ki. Rossz oldalon van benne a kormány, viszont azt nézem, hogy... És Lukas, látjátok? Ó, hát ez csúnya ez a modell. Mindegy. Kirakjuk valamit a Battle Pass-ből nálunk van, azt csak kitesszük, hogy... Van egy páncélszekrényünk. Ezt ide betesszük a dolgozószoba sarkába egyelőre. Valahova. Mekkora az? Várjatok, ezt magunkhoz vesszük a dolgokat. Ja, az igaz. Persze értem, csak hogy miért nem? Tehát, hogyha az egyiket tölti, akkor másikat miért nem? Érted? Ez a fegyverborít, az még egy katonai ládám is van. Van még valami, amit nem vettem ki? Nincs. Akkor jöhet a 91-es szint, és még az is meg lesz a konditeremmel. Na, ide lepakoljuk ezeket a dolgokat addig. A katonai láda, az mekkora? Az ige. Ezt lehet, hogy nem ide kéne tenni. Ez mekkora ez a láda? Meglepi! Ide tesszük addig. Mit csináltam? Na várjatok akkor. Jaj, mindent megnyomtam. Na, használ. Jó, és akkor...
Egy. Akkor ez mekkora ez a tároló? 1200 kiló? Édes faszom. Az MK1 FN mod... be tudom aranyozni az FN modellemet. Hol van? Hol van? Itt. Igen, mert most nézzétek, most ilyen rózsaszín. Ez mégse olyan pasis, nem? De ha... ezt használom. Oda néz. Aranystukker. Hát igen, de mégis csak aranystukker az Golden Eye. Hoppá. Hát ebben van lőszer. ja. Ja. Van még egy széfünk is. Tele vagyunk tárolókkal, bazd meg. Ja, legalább ez nem olyan nagy. Mondjuk ide tesszük egyelőre. Akkor ebbe pedig vannak ilyen... ez mekkora? És a széf az... az meg 500 kiló. Az meg annyi tárolom van már. Az meg hogy futok? Látod, itt van boxer átalakítás. Meg testőr rugósbicska átalakítás, meg itt gyűlnek ezek a dolgok. Nagyon jó. És akkor most már nincs nálam olyan cucc, kivéve a zsötemet. És akkor most a konditerembe egy szarkocsival megyünk. Ez mindig itt parkol? Be van zárva. Jó, itt hagyta valaki ezt a kocsit. Na, van ingatlanban... csak a izék vannak itt. Mindegy, akkor megyünk motorra. Lehet, hogy egy kocsi még a lefoglaltakban van. Én nem hordok haza kaját. Úgyhogy ez nem opció. Nekem van egy hűtőhűtőm. Hát egy hűtőhűtőt vettem a hűtésre való cuccoknak, nem széfe. Ne, kell menni a céghez, bassza meg. Érlekéért. Szembe. Egy darab 30-ast kiveszünk. Megértem.
Pénz, pénz, pénz. Megyünk mosdó. Kell a karakternek kaksíznia. A hüttébe, nem? Hüttébe. Egy-két há. Egy-két há. És a három. És mehet is a torna. Jó napot! Szép napot! Na gyorsan 10 mutatványt megcsinálunk itt egy negyed óra. Utána elvisszük a mercit. Kifullozzuk! Ó, gyerekek, amíg itt a következő gyakorlatot megnyomjuk, hozok valami nasikát. Meg egy kis innivalót magamnak, egy kis elmeteket majd. Megvárom, hogy pittyenni való. Mert most nem törik fel a motoromat, amíg itt edzegetek. Na. Pitty. Pitty. Most. Visszatértem ám. Ennyi volt, nincs messze a konyha. Bazd meg. Amikor fut olyan feje van. Nem bírom megnézni. Köszike.
Na, bírja a stream? Bírja, bazzánk. Micsoda csukló. Mi ez a... Zene? No Village Instrument. Mindjárt nyomunk valamit. Valami metált. Azt mondja. Legyen azért. A múltkor is bejött. Hát is. Hadd pörögjön. Utáshoz. Majdnem jó a tempó. Azt nem tudom, hogy most... Ja, de... Működik. Nem tudtam, hogy a... Visszahúzza a spotit az OBS, hogyha beszélek, de lehalkítja, mint a rádióba. Halk a fülesem. Nem tudom, olyan halk. Azt akarom megnézni, hogyha... Nem lehet, hogy itt van valami lehalk, ki itt van. Vannak ilyen... Így önkényesen le vannak halkítgatva. Nem mintha hangosabb lett volna a fülem egyébként. Kifúlozom. Olyan halk. Ön érdekes, hogy néha azt írja, most valaki nem, biztos, hogy nem csináltatok klippet a mai napból. Azt írja a OBS, hogy egy klip készült ma. Kicsoda. Mit? Ki engedte meg? Hát ez az. Valamit akartam a telefonomon. És nem tudom, mi az. Elfelejtettem. Meggyomorított téged.
nem jön. Most bontok egy sört. Amúgy nem. Amúgy nem sör. De ezzel a kis hanggal hívom föl az energiait a gyártók és forgalmazók figyelmét arra, hogy van még hely a képernyőn. Nem elég a vég. És kell még. Szevasz, Fanni drága. Hogy vagy? Hátradőltem a székben. Fut a karakter. Hát ha jól vagy, akkor minden rendben van. Elbambultam, valamit mondjatok, elbambultam. Amiért benne szunnyak itt, értitek? Várok itt, várok. Leteszek eléd. Még szerintem egy 3 gyakorlat van hátra, ez a tippem. És jól mondtam. Röcsém, pedig nem számoltam. Bibi. Hát Paxun ez. Csak azt tudom erre mondani, hogy jó étvágyat kívánok. Nekem még egy 3 perc van ebbe a konditeremben, aztán elindulunk a főpublikba az új Mercedesért. Aztán elmegyünk a mehába, megnézzük, hogy ott vannak-e a fiúk. Ha meg kiváltjuk a 10 000-est. Hát figyelj. A 2 órát biztos megvárom. Az meg még 30 néhány perc legalább. Meg aztán olyan 00:30 körül indulnom kell el itthonról. Tehát egy óra múlva biztos, hogy befejezem. Valami kép már. Hallottál is erről a helyről? Kerek a szám. Na, mi nem csinálja a gyakszit? Na végre. Se értem. Már 2 krippet ír, bazd meg az OBS. Már 2 krippet. Nem tudom, hogy ezeket miért írogatja. Egy szemétre való! Bulika van a szobában. Mit fogunk játszani? Mit fogunk játszani a 12 órásban? Remeg a kéz.
Hát én május 1-re tervezem maximum, ez május 1-re a munkaünnepére. Ha nem kell melóznom, megpróbálok nem dolgozni aznap. A televízió nem áll meg. Munkaünnepén. Van ez, mint az egészségügy, meg a tömegközlekedés. Olyan por van bazdmegett a szobában a laptopon. Szóval nem tudom, mit játszunk. De szerintem a Mass Effect-et fogjuk elindítani. Azt szerintem kevesen láttátok még itt. Egy szar! Egy szemétre való! Na, ilyen jól állunk gyakorlatügyileg, gyakorlatilag. Hogy szerintem ez az utcsó. Jó van, Maxun, szia! Kelj fel! Az ige. Kaszinóba is menni kell. Előbb kaszi. Kaszinó! Nyeremény! Király, a kaszi! Csak a buli meg a pia meg a leverok! Rendőrség előtt egy kis szabályos. Rira rira rira, tará, tira rá. Nincs itt egy dolog, azt sem mondom. Fush, 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 fush.
Ez az. Na lássuk akkor ma mit nyerünk. Ha még nyerünk egy kis zsetont, akkor hol érezünk? Blackjack-en. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize could be won. Pénzt nyerünk. Majdnem kocsi lett belőle, bazd meg. A pénz az majd kell a izére. Mennyi zsetonunk van? 75 ezeret. Hát ez gyorsan akkor. Nyálom még belőle egy kicsit, vagy elveszítjük, ez majd kiderül. So good of you to join us, sir. Mi az all-in? Mi a maximum tőt? 50 ezer? Hát azt föl is dobjuk akkor az 50 ezer. Az igen, jó kezdődik. 10. Az jó. Aki milyen van? Card? 9 kártyát adjál, 11-et adjál, vagy 10-et. 12. Anyád, akkor adjál még egyet. That will be a 19. Akkor most megállunk, és vagy egyenlő lesz, vagy nyerek. 15. Here's a 20. Anyádat! Az milyen? Szemét. Na mindegy, akkor all-in a maradékot is. Ready to put in your bets? 25 ezer. There's a 5. Az igen, megint szarul kezdődik. And a 15. Ó, gyerekem. Would you like another? Persze, hát 15-tel nem tudok nyerni. Bust, I'm afraid. Oké, na el is buktuk az összeset. Ennyi. Most nem voltunk olyan szerencsések. Ő is besokált viszont. Hát akkor viszont 15 eszhettem volna lehet. Na mindegy. Állj már föl! Think of it this way. You're due for a win next game. Menj már a picsába, hülye magyarázzál itt. Hát ezt elbuktuk. Főpubba. Lefoglaljuk a motort, és akkor majd hazaküldjük. Elesett a kocsába. Policej, az van kiírva a rendőrségre? Ezt eddig nem is láttam. Na nézzük az új kocsit. Milyen a merci? Thank you.
Hát már megy is bele a izé. Full tuning, bár azért megy ez magától is, de nem baj, menjen. Elég jól megy. Nézzük, itt van a meha. Remélem van tuningolós. Ugye a halkabra veszem majd a zenét. A benzin, és mondjuk a legszebb benzint, hogy tankoltál, akkor azt hamarad. Na lejjebb halkítom a muzsikát. Ja, így már értem. Aztán kideríjük, hogy ne vasz csupeddi, no keddi, ni keddi, de keddi. Look at this. Nincs ott hátul senki. Hogy néz ki ez a kocsi? Hát én nem fogok nyúlni a felnikhez, mert ez a szép mercik. Nagyon nem fogunk rajta mit csinálni szerintem. Csak... kis ablak sötét. Azt nézem, hogyha nyomom a hát, ennek nyílik-e a tetőablaka, de ennek nem nyílik. Nem, jó, akkor. Rakjuk a kitűzőnket, hogy tudják. Akkor a csomia. Kinyílik. De ugye, mivel hogy a benzinnek is van egyféle kenése. 150-es a csomia ennek is. Hát ez kurva jó. Meggátolja, hogy a, ezek a mozdulatok. Mi ez a textúra hiba? Nem nincs, hogy motorház fölnyitás, innen kár, mert tök jó volna. Az csak belülről működik. Akkor. Meg is nézzük. Szép napot, sziasztok! Szia, szia! Új. Kicsit meg kéne pimpelni, kis szint változtatnánk, föltuningolnánk ilyenek, jó? Jó, oké. Hátra viszed, én meghozok pénzt. Hát vagy, várjál, hát még az a baj, itt nincs annyira. Vagy lemegyünk? Aha, vagy lehet, hogy lemegyünk, vagy a fényezőkamra előtt csináljuk, mert jó, az a baj, hogy még itt nincs nagyon nap, tehát nem látod úgy. Rendben van. Egy kiszállok, hogy a VR Trans-os kedvezménnyel nyilván felfüggesztést nem módosítunk, mennyi lesz az? 205 000. 205, meg lesz rajta legalább két fény, meg ablak. Ja, egy 300-at kiveszek, akkor ezt meg lesz valahogy. Na, így né. Akkora, meg is vagyunk akkor. Adjam a 205? Aha. Itt-ti-ti, tessék. Ja. Belecsippantgatjuk ja, a maxost. Meg vagyunk, és akkor először legyen szín. Oké, rendben van. Szerintem valami sötétebb kéket, valami arannyal nézzünk már rá, hogy valami érted. Hát ez a galaxis kék, ezt szeretik. Hű, ezt én is szeretem most, hogy ide állítottad a katalógust, úgyhogy már meg is vettem, én nem variálunk sokat, ez 15, ugye? Így van. Oké, viszont akkor nem biztos, hogy arany kell rá, lehet, hogy valami igen, másik. Lehet, hogy... Megnézzünk, csak egy feltevés, mi van, hogyha lila van rajta. Mondjuk egy ilyen lila.
Túl csajos? Inkább... nem is az, hogy csajos. Igen, nagyon belilul nekem. Valami hasonló, kék, vagy akár világosabb, vagy sötétebb cucc. Vagy egy, akár egy ilyen zöld. Mondjuk egy ilyen szereszte. Na, ez viszont szép. Ez viszont szép szerintem. Ez jobban áll neki. És csak ez egy Mercedes. Jó. Megvettél. Ablakból nem nagyon kell a legsötétebb, de azért nyomjuk meg, amik vannak. Van ez a Dark Smoke, van egy ilyen zöldes, van ez a Light Smoke, ami kb. Nem nagyon változtat, van ez, és van a teljesen fekete. Akkor a Dark Smoke-ot nyomjuk. Portafóliát. És amúgy szerintem erre nem nagyon van más. A kereket nem módosítom, az jó neki a gyári. Más meg nem nagyon tud ez szerintem. Még esetleg neonozni tudjuk, meg RGB-zni mi. Igen, most azt nézem, hogy van-e rá valami. De úgy nézem, hogy nincs. Nincs. Még extrák sincsenek rá, úgyhogy... Hát igen, ez ilyen szokott lenni általában, ja. Viszont lehet, hogy egy ilyen szép... Ezért RGB neon tehetünk az aljára. Oké, van hozzá majd távirányítód? Hát nem tudom, régi távirányítóim vannak, de nem tudom, hogy ez milyen, úgyhogy inkább majd adj hozzá egy azt is. Jó, miért? Meg egy forgalmit. Miért nézzük? Hát mi? A alapszínnek? Mm-hmm. Hát valami türkis szerintem, ha van. Itt tessék, ez a legtürkizebb. Egyet menj csak vissza, volt egy előző. Ez jobban passzol, ja, szerintem. Jó, akkor ez egy 15-ös. Jó. És akkor mindjárt hozok neked még egy ilyen neon távirányú. Jó, meg egy, majd egy forgalmi tír hozzá, léci. Jó, akkor hozom azt a távirányítót, az ilyen 7000 csúrunk lesz. Jó van, oké. Hát ilyen nem vittük túlzásba, de azért ez jól néz ki szerintem. Meg azt úgyis számlázom neked. Akkor jó, akkor majd forgalmival együtt gondolom. Most is kiszámlázhatom. Számlázz ki most. Így, és akkor... forgalmi. Aha. Egy vezetéknév keresztelet. A vezetéknév Shark. Mint a cápa, a keresztnévnek Tony. Rendszám az autóra? Jó, ezt biztos mindjárt mondom. Dezső Robert Ilona, DRI és 468. Tehát DRI 468. Aha. És akkor ez a Mercedes GLE 63, vagy 53? Mhm. Uh-huh. Ugye mondom. Ez 63 szerintem. 53. Anyás. Megnézem a kulcskerikát. GL 53 AMG? GL 53 AMG, igen. Jó. Itt a csávó bazza. Színeket meg a tuningokat gondol. Megoldod? Igen, akkor ilyen RGB lámpát tegyünk még bele utólag? Nem, előre nem kell. De Roadsterem, de azt nem szeretem, mert nincs hangja. Hát, ez a lilahajú csev, ez nem az, aki a múltkor izélt? Ott volt, akit elcsíptünk. Kész is vagyunk. Köszönöm szépen, megbámuljam? Bámuld azért meg. A név az kiváló, a rendszám jónak tűnik. A típus is, a többit meg úgyis te tudod. Meg azt a rendőr se tudja, úgyhogy... Fejtse meg egyedül. Mi nyomok rá, jó, neked egy tisztítást, hogy...
Köszönöm szépen. Szépen csillogjon. Tündököljön. Na, oda néz. Remek egy gépjárműve. Hát szívesen rácserélném, megmondom őszintén a gamer címre, hogyha lehetne. Hát egyébként a 7000-es ládából nyit ki amúgy, szóval az érdemes igen nézegetni azokat. Na köszönöm szépen, hagyd el dolgozni, mert látom van kivel. Hello. Nekem csak egy mosás kéne a kocsimra. Az már be van árazva a mosás, vajon? Úgy gyerekek, azért ez jó néz ki ez a verde, nem? Mi az a hátsó üvegen, az a villódzás amúgy? Arra tükröződés rajta. Jöjjünk már az autópályára, megnézzük, hogy most mit megy. Nyomjuk. Nézzük. Mit bír a jószág? Ja, és még lehet, hogy szar benne a benzin, mi? Na, majd mindjárt visszamegyünk, megtankoljuk és megnézzük úgy, hogy valóban jó-e a 100-as benzin bele, vagy kimegyünk ki, megtankoljuk, azt visszafelé megnézzük, jó. Legyen az, legyen az! Addig meghúzzuk a fülét a benzinkútig. Ez csúnya ez a hátsó üveges valami, ez nem tudom, ez lehet, hogy az én textúra pakkom miatt van amúgy. Itt most csak 180-at megy a lelkem. Ugye elteszünk bele 100-as üzemanyagot. Nem számít, gyerekek. Normál. Azt mondja, hogy 100. Oké. Okay. Készpénz. Bankol. Beakaszt a kerékbe. Hopp, nem, most jó helyen ment. Még nincs ott a tank. De jó. Úristen, 150-es a tankja. Jézusom! Jó, jó kis pénz fog fogyni most, lehet, hogy nem is tudom telet, én nem tudom mennyi. Majd hát azért 54 ezerből csak ki tudom fizetni. Meddig tart egy tankolás így, basszus? Egészen ilyen IRL lett ez így. Na. Na nézzük, most mit megy. Ehhez már bekötjük magunkat. Az meg nem készpénzbe. Nem fizettem? Hogy a bank volt választva? Nekem erősen úgy tűnik, hogy üres a tankja a kocsinak tankolás után. Mi történt? Láttátok? Mondjuk készpénzem se fogyott. Na még egyszer. 100-as készpénz? Nem volt nálam annyi? 87 ezer csurint. Aha. Akkor bank. Nem érdekel? Ki akarom próbálni. ezer csurint, bazd meg, 150 liter benzin. Mi van? Mi van, ha nem rakom tele? Így. Faszomat. Most lett benne benzin? Most van. Elindult hátra. Na nézzük, százassal van egy differencia.
Hát most azt nem tudom, hogy a lejtő miatt van-e vagy nem, egyelőre megyeget a jószág, de olyan nagyon nem, hogy megéri ezt tankolni. Én azt amondó vagyok, hogy nem érzem. És már a tesztszerveren sem éreztem. Most lejtő van, érted? Jó, hogy megy 207-tel. 217 a lejtőn, hát jó, az azért lehet, hogy mégis csaptunk egy picit. Jó, megy, többet megy, többet megy. És hogy van ez a távirányító? Használni kell? Aha. Így, nem? Ez jó. Berakok ide a kesztyűtartóba. Ja, és még elszállunk. Vonatolámpa. Rék. Nem rossz ez a gép, gyerekek. Nem ezt akartam kinyitni, de lehet, hogy ezzel jobban jártam, mint az A8-as Audival. Ez jobban passzol. Mi a BF400-amnak a kulcsa? BF400 GBJ. Ja, de várjál, ezt behozták már. GBJ. Az a küldtük. Na jó van. Ez jó volt. És akkor az van, hogy még a batlapaszba megvan egy szint. 91. Hát most már biztos meg lesz a vége így. Ha máshogy nem, akkor megvásárolva. Még van 10 nap, meg 10 szint. Tehát, hogy így még akár meg is lehet. Lesz még egy vippellátás, bazd meg, mennyi lesz már belőle? Egy pár szó még belefér, hogy kilőjenek. Nem? Jaj, kéne menni, akkor elmegyünk... Veszünk izét, riasztót a kocsiba. Jaj, hű, bazd meg, ez nem úgy dobja a seggét, mint a másik. Ide kell parkolni, mert itt nem piros a járda szegély. Ezt mondja, egy riasztó. Énni. Akkor kéne egy automata. Az meg itt van a sarkon, nem? Van ezret beteszünk. Ja. Így, né. Enter rendeztünk, ügyesek vagyunk.
csak egy borítóképet. Szerintem az autó az mindig csalogató, hogy milyen jó színe van. Lehet, hogy nem is a tetőn kéne borítóképet csinálni. Az a baj, hogyha kiszállok, akkor elbukom a fényeket. Így meg sötét. Jaj, majdnem lekocoltam. Az mi ott az a plac? Micsoda terasz? Nem is figyeltem ezt eddig itt. Így lesz csak. Levesszük a dolgokat. Hát. Adat. Járt térkép. Inni. Térképet vissza, adatokat be, adott be. Beül a cica, hogyha beülök? Beül. Múltkor nem akart beülni ezébe a terepjáróba. Hol a lejárat? Hanem itt. Ott. Hol kell lemenni? Ja. Cica mit nyomol? Hogy nyomoljuk a macsek? Figyelem? Vákoljál már, cicó! Nem, az a cég, bazd meg, eltévedtem, nem találok haza. Ezek kiszúrták a cicámat.
eltűnt innen a Toyota. Most ha úgy szállok ki, megdöglik gondolom, úgyhogy inkább kiszállunk. Így. Haza küldjük. Úgy. Veszünk le a kocsit a garázsba. Most minden tulajdonsága is elmentődött a gépjárműnek. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Kiszedjük már a cuccokat, mert lejárt a 2 óra. Nehogy aztán ne maradjon meg nekünk. Mi az? Napi küldi 4. Napi ajándék 4. És ládanyitás 260, 1277 arany. És ha egyébként fegyvert, azt lehet nyitni. Aha. 2500 ér. Vagy, ha venni akarsz. Jó, bazeg, ez jó néz ki, kőbolta. Akkor 2005 ér van vintage. 3000 ér meg. Perikó pisztoly. 4000 ér meg a többi. Aha. Ja, de ez van nekem, ez az FM modell. Ilyenem már van. Jó, hát ezeket tudomásul vettük, úgyhogy nincsen para. Semmi gond, semmi gond. Az egy biztos, hogy én most itt abba hagynám ezt a projektet, ha nem haragusztok érte, mert még vannak dolgaim. Viszont remekül nézhettek rendőr kalandokat. Úgyhogy légy szíves, látogassátok meg Zsolti barátunkat. Ebben én tudok nektek segíteni egy jó réddel. Úgyhogy én most elindítok egy rédet. Ti pedig ahogy akartok, menjetek. Sziasztok, én most elköszönök. A YouTube-tól már most.